Nagy tisztelettel köszöntjük az elnök urat itt Dévóványán. Hosszú és minden részletre kiterjedő programot, illetve megvalósítási tervet hallhattunk tőle. Egyetlen egy dologról viszont nem hallottuk, és afelől szeretnénk, milyen sikerrel járt a megyében ezzel a programmal. A megyei önkormányzat akkor, amikor a területfejlesztési program kidolgozásába kezdett, ez egy kötelező feladat volt, hogy elindítsunk egy olyan programot, amely a társadalmasítását is jelenti ennek a programnak. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a program neve. Lehetett volna roadshow, vagy workshop, vagy hasonló, de mi úgy gondoltuk, hogy a tájolás az egy szép magyar szó, és azt gondoltuk, hogy a tájolás maga az iránytű a fejlesztésekhez. Nagyon jó visszhangja van a megyébe, hiszen ilyen mértékben területfejlesztést társadalmasítani a megyében élő emberek még nem láttak. A teszteltük egyébként maga a program kidolgozása során is, hogy kik voltak azok, akik az elmúlt 7 éves fejlesztési időszakban részt vettek, és a most megkérdezett emberek, akiket segítségül hívtunk ehhez a programhoz, alig-alig tudták felnyújtani néhányan a kezüket, akik részt vettek a programban. Tehát ilyen szempontból szimpatikus volt mindenkinek, hogy közelebb került a program az emberekhez, és bízok benne, hogy magukról az emberekről is szól az a program, aminek a lezárása néhány napot várat már csak magára.